Ha a legjobb kártyákkal szeretnétek játszani, válasszátok a Food Park oldalát, és használjátok a Krisztián kuponkódot további kedvezményeket. A linket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián és ebben a videóban egy Weekendig, illetve egy Division Rivals Rewardot hoztam el nektek. Viszont előtte szeretnék nektek valamit mutatni, és úgymond kikérni a véleményeteket ezzel a dologgal kapcsolatosan. Ugyanis öm, tudjátok, hogy vannak ezek a bizonyos SBC-k, amiket mostanában kiszokott adni az IE. Na most, legelőször is én egy Toti Fandajkot nyitottam, viszont a Diego Carlos sokkal jobbnak érzem ingén, mint a Totti-nak a, vagyis hogy a Toti Fandajknak a lapját. Na most a másik probléma, hogy nyitottam egy most is tegnap előtt, viszont tegnap megnyitottam még egy ramoszt, úgyhogy az egyiket el kell majd most diszkárdolnom, illetőleg nyitottam egy Toti kantét is, tehát láthatjátok, hogy ezek mind untradeable lapok, tehát ezzel én nem tudok mit kezdeni, úgyhogy az a kérdésem lenne felétek, hogy mit lehetne még ezen a csapaton, hát úgymond alkotni. Én arra gondoltam, hogy a Pogbának a lapját le lehetne cserélni, viszont ki lehetne az a játékos, aki vagy BPL-es, vagy esetlegesen ikonkártya, és ide jó lenne. Arra gondoltam először, hogy kirakom a Joao Félixnek az SBC-jét, de ezt nem fogom megtenni, mert még akkor egy csomó jó lapot bele kellene ebbe az SBC-be tennem. Tehát most jelen pillanatban azzal fogunk kezdeni, hogy én eldiscardolom gyakorlatilag a 96-os Ramos kártyát, mert mindegyik untradeable, ami nekem megvan. Úgyhogy hát muszáj voltam, én ezzel nem tudok mit csinálni, max hogyha kijön valamilyen SBC, akkor a 7 napon belül megpróbálom ezt a lapot visszahívni, ugye a webapp segítségével. Most viszont van egy Division Rivals, illetve egy Food Champions Weekend League rewardunk, amit ki fogunk nyitni. Viszont tényleg az a lényeg ennek a videónak, a Rivardon kívül, hogy leírhatnátok a komment szekcióba, hogy mi az, amit esetlegesen változtatnom kellene. Én mindenféleképpen egyébként a pogbát gondolnám, hogy jó lenne. Most viszont kivesszük a négy darab Mega Untrade csomagot mert úgysem kell már nagyon ö, a Pogban kívül más játékos, akit esetlegesen le lehetne cserélni. Illetve beváltjuk a Division Rivals-t is, ezt ugye élőadás keretein belül játszottam, 17 darab győzelem lett, gold ő kettőben végeztem, azt viszont fontos tudnotok, hogy ugye ebben a ö, Weekend League-ben maradt hátra azt hiszem, talán 8 mérkőzésem. Tehát nem játszottam le az összes mérkőzést, 17 győzelem meg meg nem mondom nektek mennyi, öt volt, azt hiszem talán, és akkor úgy maradt fent nyolc darab mérkőzés. Valahogy így, nem tudom. Na mindegy, kettő darab PRP speciális item, kettő darab rare gold pack, kettő darab rer mega pack, illetve 45 ezer zseton ütötte a markunkat, és akkor nézzük szerintem először a második picket. Ezt nem hiszem el idén körülbelül 11-ére nyitom ki ezt az immobilé kártyát, semmilyen szinten nem tudom használni, csak SBC-be jó. Manolász egyébként rendkívül jó lap, viszont őt sem tudom használni. Tehát 92 pénzszal alapból nem lenne rossz, de az immobilé sokkal jobb lehet, hogyha SBC-ről beszélünk. Nézzük a másik pikket, hát ha valami nagyot... Hát nem. Itt meg Illicsicset kapjuk. Gyakorlatilag ugyanezt a két lapot nyitottam az előző heti Weekend League ha jól emlékszem, amiről talán nem is volt videó, mert élőadás adás keretein belül nyitottam ki. Kostics egyébként nem lenne rossz alapjáraton, vagy esetlegesen a piké, de hát egyiket sem tudom használni. Úgyhogy illicsicset fogjuk kiszedni, és akkor lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy ezt a két kártyát belerakom valamelyik SBC-be, plusz a Na mindegy, valahogy majd a Ramoszt vissza kell hoznunk, az a biztos. 198 000 coinunk koinunk van. Ja, és az nagyon fontos, hogy el tudom adni a kántét. Tehát, ugye én 2,4 millióért vásároltam meg ezt a Toti Kanté lapot. Most viszont ezt el tudnánk adni durván másfél millió koinért. Tehát, ha azt nézzük, akkor 1,7 milliónk van. Ki lehetne az a védekező középpályás, aki esetlegesen bejöhetne a csapatba a hétvégi weekend league -re. Nem tudom, írjátok le tényleg a véleményeteket a komment szekcióba. Nézzük a Rare Gold pack -et. Ez ugye 25 k csomagot jelent. Remélem amúgy, hogy ö, sikerül valami nagyot nyitnunk, ez csak bordos. Portugál RM. Ez ki? Ja, Pici, 84-es. Annyira nem emlékszem már ezekre a játékosokra, srácok hogy az valami őrület, mert egyszerűen nem játszom már a játékkal, és teljesen kimentek ezek a dolgok a fejemből. Pedig alig-alig telt el még gyakorlatilag idő ahhoz képest, amióta, hát idézi ebben csak a Weekend league játszom. De nézzük a Rare meg a pack hát ez lófasz hideg vízben, úgyhogy kippeljük. Azt mondja, hogy... DJ Anini! Imádom a palit. Nem volt még meg sokszor idén kíváncsi leszek, hogy jövőre vajon ki lesz az az éces játékos, aki esetlegesen minden egyes pack opening-nél benne lesz a csomagunkban. 200 coinunk van, nézzük a négy darab untrade meg a pakkot. Hát ha ebből adna valami jó játékos, sokra nem megyünk vele, mert ugye untrade a de de még talán tudnánk vele SBC-ben kezdeni valamit. Belga ST Lukaku, igen, 85-ös Lukaku, ő is SBC-be akár még jó is lehet. Meglátjuk, majd csak. Nem tudom, hogy manapság ezeken a 89-eseken kívül szokott-e egyáltalán SBC- lenni. Én mindig felkapom a fejem, mikor a Twitteren látom, hogy ki mit nyitott, és csak olyankor szoktam kirakni ezeket az SBC-ket. Azon kívül nem, nem nagyon szoktam nézegetni, hogy milyen aktív ö, lapokat lehet esetleg kirakni a játékban. De nézzük a következőt. Ez ismét nem Volkaut, csak Bordos, megint Belga, megint CB. Company? Ja, 83-as lap. Hát nem mondom jónak, de talán tudunk vele majd kezdeni valamit a későbbiekben. Bár már augusztus 13-át írunk, gyakorlatilag az embernek annyi kedve van belépni ebbe a játékba, mint kb. meghalni. Viszont nézzük, hát ez oké, okay, ezt el is skippeljük gyorsban, mert hát ez semmit nem ér. 82-es ez lófasz. Ez egy jó nagy lófasz. Amit nyitottunk, oké, okay, menjünk a következő csomagra, még egy mega a van, ami untradable Lehet, hogy a tradeable jobban jártunk volna, jobban beadta volna. Gratulálok, ez is lófasz. Nem hiszem el, hogy ilyen szar ö, lapokat nyitunk, gyaka izzó. Édes Istenem, a legendákat kinyitjuk. Hát, beszarok. Na jó, nézzük az utolsó rér meg a pekket. Ezt most bepörgetjük picit, aztán hagyj szóljon. 30 darab rár cucc van benne. Nem volkaut. Egyetlen egy volkautot sem nyitunk. 6 csomagból. Azt a kurva gyerekek. Volker. 84-es Volker. Hát sajnos szerintem ő sem ér már semmit sem, de mindjárt ránézünk gyorsba. Az igen, 20 ezer coin egy Volker, az nem is rossz. Ez is 10 ezer coin. Gyerekek, habzsi, dőzsi, 5 ezer coin. Jó ez, és legalább ez a pakkel adható, Megkaptunk kaptunk egy pakkot. Nagyon aranyos ez a játék. Alright, alright. Még ezt is kinyitom csak a vicc kedvéért. Közi szépen a négy darab szerződés, sokra megyek vele. Na, szóval 200 zseton plusz az eladható playerek, plusz én arra gondoltam, most amúgy felvétel közben kicsit gondolkodtam, miközben beszéltem, lehet, hogy a vírának a kártyáját meg lehetne venni. Ja, Hát nem, mert 3,8 millió coin. Akkor ezt felejtsük el. Na mindegy, majd leírjátok a komment szekcióba a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok, kit kellene megvennünk a Pogba helyett, mert amúgy a Pogba folyamatosan nagyon rossz teljesítményt nyújt a Weekend League-ben, védekezésben egyáltalán nem tudom kivenni a hasznát, úgyhogy... Hát ez van. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetlegesen megnézte ezt a videót, hogyha tetszett, akkor jelezzetek egy like illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Krisztián voltam, ciao ciao, szevasztok!